Sziasztok, ez itt a Blockchain Plum Hungary, a Blockchain tudásforrás. Én Pinky Attila vagyok, és a mai hírek a következőek. Szóval beszélni fogok a BitMEX botrányról. Ugye ezt a kriptovaluta váltót nem regisztrált kereskedelemmel vádolják, a banki titokról szóló törvény megsértésével, és még összeesküvéssel. Szóval még sorolhatnám itt a vádakat. Tehát ez mindenképpen rossz hatása volt tegnap a piacra, ezt lehetett is látni. Aztán második negatív hír, hogy Donald Trump is megfertőződött a koronavírussal, kimutatták nála. Tehát ez is nehezíti a helyzetet, ugye nagyon közel vagyunk az elnökválasztáshoz. És most volt ugye a nyilvános vitájuk kedden Joe Biden-nel és valószínű akkor Trumpban már ott lappangott a koronavírus. Vajon megfertőzte az, az, ellenfelét is? Szóval vannak itt érdekes kérdések. A harmadik hír viszont egy pozitív hír, ugyanis Venezuelában tesznek egy próbát, és elindítottak egy decentralizált tőzsdét, egy 90 napos próbaperiódus következik, és Venezuela újabban egész szépen nyit a kriptó irányába. Tehát ez is mindenképpen érdekes, ez legalább pozitív hír. Nos, szóval ezekről lesz szó a mai videóban is, hogyha szeretnél napra lenni, és tényleg mindig megkapni minden hétköznap a legfrissebb infokat a kriptó és a blockchain világából, akkor annyi a dolgot, hogy föliratkozol erre a csatornára, Blockchain Bloom Hungary, és akkor mindig egyszerűen napra kész lehetsz. Legfontosabb még emellett, hogy megnyomd a csengetyűt, hiszen akkor fogod azonnal megkapni a videókat, ahogy fölkerülnek a YouTube-ra, és fontos, hogy a híreket rögtön tud, mert sokszor vannak olyan dolgok, amikor itt a kriptóban nagyon gyorsan kell lépni. Nem ér rá az, hogy pár nappal később nézed meg. Nem minden ilyen, de vannak azért ilyenek. És követhetsz minket természetesen a Facebookon és az Instagramon is. Tegnap már beszéltem a vadonatúj kurzusunkra, ami elindult, most nem is fogok mélyebben belemenni. Ami nagyon fontos, hogy a tényleg komolyan érdekel téged a bitcoin és a blokklánc, a kriptovaluták világa, akkor ezeket a dolgokat így vagy úgy tudnod kell. Nekem mindegy, nekem a tudás fontos, hogyha te ezt már megszerezted valahol, vagy már a Kívülről tudod az egészet, nagyon jó. De rendelkezzé vele, ennélkül nem fogsz tudni felelős döntéseket hozni azzal kapcsolatban, hogy tényleg érdemes a bitcoinba fektetni, miért biztonságos ez a bitcoin protokoll, hogyan működik a blokklánc, az utalások. Minden lépésről lépéseit le van írva. Nézd meg itt a honlapunkon, éppként a link itt van a, a, a videó alatt, és ugyanerre az oldalra vissza, amit most itt látsz. Tehát itt van a bevezető, itt elmondom ők egy pár dolgot, teljesen ingyenes az első két lecké a kurzusnak. És itt van a másik videó, hogy mik lesznek benne. Ezért ezzel nem is traktalak. Nézd meg, érdemes, mert október 4 ig tehát csak, most már másodika van, tehát már csak három napig, 40%-os kedvezménnyel eh, adjuk neked ezt a képzést. Tehát az eredeti ár 79.900, és ez a 30 leckével álló minőségű képzés most ilyen áron megvehető. És a másik nagyon fontos, hogy azok, akik október 10-ig letöltik, tehát azért még addig van idő, azok pedig kapnak, de csak ők, egy olyan videót, ami 5 titkos esélyes altcoin fog tartalmazni. És ugye itt állunk most a bika piac előtt. Hát érdemes nézni, mibe eh, jó fektetni. Hallgassátok meg ezeket az információkat, és ez csak az kapja, aki október 10-ig ezt a kurzus megvásárolja. Ez a videó egyébként nem lesz elérhető ezekre az alkointokra, a napi videóban. Nem beszéltem még, jó? Tehát mindenképpen szeretnék adni lehetőséget, hogy ezt a kedvezményes kurzusdíjat is könnyen vissza tud keresni. És szinte ingyen tud magad képezni hosszú távon. Hiszen ha megvan a tudásod, akkor bizony tudsz euh, tudatos döntéseket hozni és a bitcoin erről szól, legyed a saját magad bankja, így senki nem fogja a kezedet, te magad felelőssége, viszont akkor a jutalom és a, a, a tied, és végre a kezedben tartatod a megtakarításaidat. De ehhez sok mindent kell tudnod, ezek a kurzusok erről szólnak. Tudjátok, van az ingyenes kurzus is, azt is, aki még nem töltött le, töltsétek le, az a napi tartalom, adok, az is ingyenes, tehát tényleg a lényeg az, hogy minél-minél többet te tanuljál. Na de akkor nézzük meg, hogy néz ki a piac, szóval jelenleg... Bitcoin 10.469 dolláron, ez egy 3,64 százalékos esés, ugye, mint mondottam, ez a BitMEX botrány Trump lebetegedése, ez mind-mind negatív hatással volt tegnap a Bitcoinra és a kriptópiacra is. Aztán jelenleg Ethereum 340 dolláron, ez egy 6,75 százalékos esés. Nézzük meg a nyerteseket, van egy kiemelkedünk, ő a Puma Pay. 143 ot ment 24 óra alatt, aztán a többiek elenyészőek, tényleg nem is érdemes megemlíteni, mert kriptóban semmi, és főleg negatív most a hangulat, hogyha megnézzük a vesztesek listáját, az lesz aztán ez igazán hosszú. DFI Money 20%-os mínuszban, Arwave mínusz 12%, Swipe mínusz 19%, és akkor nézzétek rengeteg 17, 15, 15, 14, 13 nagy számok azért, szóval... Itt most megint minőségi projektek is estek, továbbra is bizonytalan időket élünk. És e, akkor menjünk is rá az első hírre. Ami pedig nem szól másról, mint erről a bizonyos BitMax e, botrányról. És e, a lényeg az, hogy az Egyesült Államokban a Community Future Trading Commission, ami a CFTC szép rövidítés, valamint a szövetségi ügyések, ügyészek, a Bitmex kriptográfiai kereskedési platformot vádolják nem regisztrált kereskedelemmel és egyéb jogsértő dolgok elősegítésével. Valamint itt vannak ezek az úriemberek. Na de hova tűntek? Tehát akik mögött állnak, igen, tehát itt lehet látni őket. És a lényegében arról van szó, hogy őket pedig a bankitok, banktitokról szóló törvény megsértésével és a cselekmény megsértésére irányuló összeesküvéssel is vádolják. Itt már ezt az úriembert, aki itt van, Reed névre hallgat, őt már egyébként úgymond le is csukták, <laughs> viszont a többi még szabadlábon védekezhet. És ugye itt a probléma egyik forrása, hogy a Bitmax mintegy 11 milliárd dollár Bitcoin betétet kapott és körülbelül 1 milliárd dollárban kapott tranzakciós díjat. És a, <coughs> a gondja ugye az egyesült államoknak, hogy rengeteg rengeteg kliensük a bitmex nek az egyesült államokból van. És Igaz, hogy te az interneten kereskedsz, meg ki tudja, melyik cég éppen hova van bejegyezve, különböző ilyen ö, trópusi szigetekre, de a lényeg az, hogy az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy ha viszont azok ott is kereskedsz, tehát igaz, hogy az interneten keresztül, de ab, a feléjük is nyitsz, akkor bizony ők mindenképpen érintettek, Viszont ott szigorú ö, szabályok vannak, és ezeket a szabályokat szeretnék egyébként ö, tovább szigorítani. A legnagyobb probléma, hogy a Bitmax nagyon sokáig hallgatta ezt a bizonyos KYC-t, tehát hogy Know Your Customer, tehát hogy bekérni azokat az adatokat, amit kell tudni a, a, a klienseiről. Pontosan ezért teret adva a pénzmosásnak, és ugye a hatalmi szerveknek a lényege, hogy tudják kontrollálni a pénzt, tudják kontrollálni és látni a pénz mozgását, és ugye ez itt a kriptóban kicsit elburjánzott olyan váltókon keresztül, akik ezt nem igazán veszik szigorúan. És hát igazából a másik gond, hogy ez egy dolog, hogy ez egy váltó. De mi van, hogyha a következő, akkor mert simán lehet a Binance. Tehát ha mennek tovább, és rászállnak több decentralizált váltóra, nagyon ö, könnyen lehet, hogy a BNB kriptó is például akkor ö, simán bezuhanhat. Ki tudja, hogy, hogy hogy mit találnak, milyen szabályokat hoznak ugye a, a Binance az már az elejétől kezdve az Egyesült Államokban ö, kereskedik már, mint rengeteg ö, kliense van onnan nyilván a cég nem ott van regisztrálva, ők aztán körbevándorolták a félvilágot, aztán most legutóbb máltán ö, vannak beegyezve. Szóval a legnagyobb probléma itt az Egyesült Államokban az, hogy ott teljesen mások a szabályok, és hogyha te ott kereskedsz, onnan vannak klienseid, akkor igenis tartsd be őket. Na most ezeket természetesen nem tették, és hát így ez az elég ö, nehéz lesz természetesen ö, védekezni. A másik dolog pedig ö, ez a bizonyos vádak a Bitmex ellen rossz hír a DeFi-nak is önmagában. Hát gondoljatok bele, a dexekre, ugye, amik ezek a decentralizált váltók, hogy ők aztán igazán nem ö, nyomják ezt a know your customer-t, ott tényleg ö, arról van szó, ott vagy a Uniswap-on, van egy jó kis Ledger pénztárcát, használod a metamax és itt össze-vissza bizniszelsz, cserélgeted a pénzt, nem kell regisztrálnod ö, hozzá a uniswap és vagy egyéb más ilyen dexeken. És nagyon könnyű lehet, könnyen lehet, hogy előbb-utóbb a hatóságok, amikor úgymond leszámoltak a centralizált váltókkal, akkor a DeFi után mennek. Ugye nem régen volt egy olyan hír valamelyik videóban, amikor is arról beszéltem, hogy végül is a 15 DeFi, top DeFi projektből 12-ben rendelkeznek teljesen az admin kulcsokkal. Tehát át tudnak váltani mint ilyen Isten módba, ami azt jelenti, hogy bele tudnak nyúlni a rendszerbe. Igen, de ha ezzel rendelkeznek, akkor viszont van kit elérni ebben az esetben, és beindulhatnak a szabályozások. Tehát a lényeg az, hogy jelen pillanatban Ugye vannak ezek a kripto vadhajtások. Ez egy nagyon új dolog. Végül is a Bitcoin igazából nem régen 2009-ben indult, persze, tudom, ez relatív, de de, de de nem annyira régi dolog. Viszont az utóbbi időben lehet olyan szinten fölkapva, hogy tényleg beálltak mögé komoly befektetők, befektetési társaságok, egyre csak nő a piaci kapitalizációja, ment föl az ára ugye nagyon szépen, aztán rengeteg rengeteg altcoin született már, ugye régen nem volt ez így, és most már. Egyre komolyabban veszik, hogy ha már ez itt van velünk, akkor viszont valahogy bizony ezeket szabályozni kéne, mert átláthatatlanná teszi, hogy kinek, hogy mikor van pénze, mit vett ki belőle, pénzmosásra is lehet alkalmas. Tehát fontos, hogy valahogy ez beleilleszkedjen a mi életünkbe is. És bizonyos értelemben, hogy azt szeretnénk, hogy a különböző kormányok ezt, ezt, ezt elfogadják, sőt, támogassák, akkor nekik is valami lehetőséget kell kapniuk, hogy ilyen win-win helyzet legyen. Persze, meglátjuk merre megy, mert mindegy, ez még, 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 még rengeteg minden van benne, egy nagyon korai stádiumban vagyunk még. Nyilván nem ott, ahol tíz évvel ezelőtt, hanem már nagyon sokat mentünk előre, de látjátok, hogy ebben az évben mennyi változás volt ki, az, akik beálltak a, a, a bitcoin mögé. Tehát egyre-egyre jobban erősödik, de az biztos, hogy most Alapjában nagyon bizonytalan helyzetben vagyunk, ami most jelenleg folyik a világban, és ez főleg első körben ez a pandémia robbantotta ki, de hát tudjuk, hogy már a gazdaság már előtte nem állt stabil lábakon, tehát az rufi már fújódott, csak kellett valami, ami egy kicsit még ott, ott megmozgatja. Szóval a lényeg az, hogy ez a fajta hatóság általi bevizsgálása különböző váltóknak bizony okozhat itt bonyodalmat. Lehetett látni, hogy tegnap szépen minden eddig is indult lefele. Aztán a másik negatív hír, ami ugye történt, hogy Donald Trumpról is kiderült, és a First Lady-ről, hogy koronavírussal fertőzött. És ugye most lesz az elnök választás november harmadikán, igazából egy hónappal vagyunk előtte, tehát nem igazán jött jó a kampány utolsó szakaszában, hogyha úgy tetszik. Arról nem beszélve, hogy kedden volt egy nyilvános vitája, ahol egy színpadon állt együtt Joe Biden-nel, mindketten maszk nélkül, és nagyon könnyen lehet, hogy akár az ellenfelét is megfertőzhette. Hiszen Trump azért állhatott ki, mert akkor még teljesen tünetmentes volt, most derült róla két nappal később ki, hogy koronavírussal fertőzött. Tehát képzeljétek el, hogyha kialakul, hogy a két fő esélyes az elnökválasztási kampány utolsó részében teljesen kiüti magát. Azért ne felejtsük el, hogy két idősebb úriemberről van szó, tehát, hogy ők majd hogyan kezelik ezt a koronavírus, pontosabban, bocsánat, egyenlő, Trumpról beszéljünk, mert, mert, mert Joe Bidenről nem tudunk, csak ez egy feltételezés volt, mert azért most beindultak a, a Twitteren különböző beszélgetések, hogy akkor mi van akkor, hogyha, és. Szóval egyébként is egy bizonytalan ö, időszakban élünk, és minden nap kapunk egy új kanállal a bizonytalanságból. Ennek ellenére, azért nézzétek meg, a Bitcoin még mindig tartja magát 10.000 dollár fölött. Ez egyébként egy, 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 egy pozitív ö, dolog. De teljesen be nem a pakliban, hogy egy idő után már azt se bírja és bemegy 9.000-ig, vagy akár 8.000-ig. Ez, ez kriptó. Hosszú távon, Mindenképpen esélyes a dolog, hogy, 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 hogy bikás legyen. De amíg most történnek, itt az elnökválasztás előtt, ebben a pandémiában, a második hullámban, annyi bizonytalanság van, hogy igazából a kriptó sem tud annyira magára találni. Leválhatna bizony egyszer a tőzsdéről, hogyha az emberek úgy gondolnák, hogy ez a biztonságban meneküljenek, de egyenlőre még nem az a helyzet, egyenlőre teljesen ö, együtt mozog. Szóval ez, amit, ez a hír, ami trump történt, ez se volt jó hatással az egészre. Na, akkor beszéljek valami jóról is. A harmadik hír pedig arról szól, hogy a venezueli elnök, Nicolás Madura, Maduro, szerint az ország kormány különféle kriptovaluták és szankciók elkülönések lehetősége, lehetőségeként tekint a kriptovalutára. Szóval előre mondom, szóval hogy a kriptovalutákra úgy tekint, hogy ezzel elkerülhetnek különböző szankciókat, mert szerintem az első mondatom nem volt annyira érthető. És szeptember 29-én egy új törvényjavaslatot is beterjesztett, amelynek a célja, hogy segítse az országot az Egyesült Államok szankcióinak hatásainak a leküzdésére. És szóval a lényeg az, hogy ők nyitnak a, a, a kriptó felé, ebben látnak esélyt. Ugye tudjuk jó, hogy Venezuela igencsak szenved a hiperinflációval, a saját valutájuk az már teljesen elértéktelenedett. És a másik venezuelai hír, szintén nagyon friss, hogy egy decentralizált tőzsdét indítanak egy 90 napos próbaperiódussal, és ö, a lényeg, hogy itt majd lehetne kereskedni az egész világgal, különböző megkötések, nagyobb megkötések nélkül is van, fiat valutákra lehetőség kereskedni, és különböző alternatív, digitális pénzügyi eszközökkel is le, ezekkel is lehetne kereskedni, mint kriptovalutákkal. És ez lenne minden esetre az első ilyen decentralizált a világon ami elindíthat valamit. Mert lehet, hogy ez lehet a protot, ha működik, ugye most egy 90 napos próbaperiódus lesz, hogyha ez elindul, működik, és, és minden rendben van vele, akkor bizony az is előfordulhat, hogy ennek a klónjai, kopiai megszületnek majd a világban. És hogyha ez létrejön, az mindenképpen egy pozitív dolog a kriptovalutának, és hát ugye a legnagyobbnak a bitcoinnak is természetesen. Szóval azért lehet látni, hogy igazából összességében több bikás dolog történik a bitcoinnal és a kriptóval, mint medvés. A medvés hangulatot egyszerűen most a bizonytalanság jelenti. És ez főleg annak a bizonyos ugye, koronavírusnak köszönhető, valamint annak itt jön az elnökválasztás és az a gazdasági helyzet, amiben jelen pillanatban a világ van. De amennyiben ebből helyreállunk, és nyilván ezt most nem lehet tudni, hogy ö, mikor lesz, akkor viszont úgy néz ki, hogy a maga a kriptó, most ne foglalkozzon az, hogy BitMax, mert, mert azok cégek, és, és, és azok a szabályozások arra vonatkoznak, hogy, 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 a, hogy a csalásokat megakadályozzák, vagy megbüntessék azokat, akik ugye nem tartották be a törvényt. De önmagában a, a, a kriptó és a bitcoin egyre jobban elfogadottabbá válik, egyre több országban, és egyre több befektető is nagy név kezd beállni mögé. Tehát összességében én most jelen pillanatban pozitívan látom a képet, de most jelen pillanatban a nagy bizonytalanság miatt nagyon könnyen lehet, hogy lehetnek újabb medvés mozdulatok, és lefele is mehet a piac, ez benne van a pakliban. Mondtam ugye a tegnapi videónak a címe, hogy volatilis október várható, és, és hát így értettem, hogy nagyon nagy még a bizonytalanság most, ami van. Minden irányban lehet egy kicsit mosolygósabb nap, és már holnap, puff, már lehet is le. Ez benne van a pakliban. Ilyen kérem szépen a kriptovaluták világa. És ennyi lett volna mára, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomj egy lájkot, azt mindig nagyon szépen megköszönöm. Valamint, hogyha tényleg szeretnél napra kész lenni a kriptó és a blockchain világában, egy dolgod van, föliratkozni erre a Blockchain Bloom Hungary csatornára, és azért megnyomni a csengetyűt, és utána azt az All gombot, hogy mindig megkapd az értesítéseket, ahogy fölkerül az új videó, egyébként nagyjából ebédidő környékén teszem föl, minden nap, hétfőtől péntekig, tehát minden héten öt új videót kapsz, és ezek tartalmazzák a legfrissebb, legfontosabb blockchain és kriptovaluta híreket. És azon, amellett, hogy Ugye innen szerzed az információkat, képezd magad minél több ö, helyen, nézzél természetesen más ö, csatornákat, olvas cikkeket, van ingyenes kurzusunk, ugye azt is természetesen ö, le lehet küldeni. Ö, küld tölteni, hogyan kezdjünk neki Bitcoinbe és más kriptovalutákba történő befektetéshez, itt van a link a videó alatt, és tegnap megjelent egy nagyon komplex kurzus, az pedig arról szól, hogy minden olyan szükséges dolgot megtudjál, amit tudnod kell, szükséges tudni a bitcoinról és a blokkláncról, ahhoz, hogy te ebben tudjál egyáltalán gondolkozni, és megérts a mit miértjét. És ezt úgy lett összerakva, hogy tényleg teljesen kezdőknek is jó, és egy nagyon komplex képet kapnak, és akik már foglalkoznak vele, azoknak is szerintem lesz ez terület, sok terület, amire bizony mélyebben rávilágít, és ez most hatalmas akcióval 40%-os kedvezménnyel elvihető október 4-ig, aki október 10-ig pedig megvásárolja, az még egy bónusz videót is kap a jövő héten tőlem, ami olyan top altcoint tartalmaz, amiről én itt a videókban nem beszéltem, viszont már egy pár hónapja foglalkozom velük, figyelem, elemezgetem őket, és nagyon jó esélyekkel, szépeket mehetnek azok az altcoinok. -ok. Szóval ez a bónusz videó is jár. A lényeg, hogy neked minél, minél, minél olcsóbb legyen ez a tudás. Szerintem ezekkel már simán vissza is tudod majd szerezni az árát. Szóval, jön a hétvége! nézzétek a videókat, tanuljatok, töltsétek le a kurzust, és legyetek készen a következő Bika piaszra, amikor indul, ti már a tudás birtokába lesztek, és akkor bizony jöhet a buli, ti már akkor tudtok megfelelően majd reagálni. Hétfőn pedig jövök vissza a legfrissebb kriptovaluta és blockchain hírekkel. Szép hétvégét nektek, sziasztok!